Szerdán kezdődött és szombaton ér véget a Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség által szervezett tudományos diákköri konferencia. A 22. alkalommal megszervezett eseményen a MOGYE hallgatói lehetőséget kapnak arra, hogy bemutassák kutatásaik eredményét. Minden harmadik nem dohányzó úgy érzi, hogy ki van téve a passzív dohányzásnak az egyetem épületében. Zajlik a 22. tudományos diákköri konferencia Marosvásárhelyen. Idén 320 hallgató mutatja be tudományos dolgozatát, de több mint 1000 diákot várnak a különböző helyszínekre, a Kultúrpalotába és két marosvásárhelyi szálloda konferencia termébe. 23 szekciónk van, ez azt jelenti, hogy megközelítően 30 témába érkezett be dolgozat, nincs a medicinában olyan szakterület, ahonnan ne érkezett volna be dolgozat. Vannak különbségek mennyiségben és minőségben, de minden szakterületről érkezett be dolgozat. A zsűri 10 szempontból pontozza a bemutatókat. A diákok 7 percet kapnak arra, hogy összegezzék dolgozatukat, amely mögött legalább fél éves komoly munka áll. A legtöbb dolgozatot a megelőző orvostudomány, a gyermekgyógyászat és a kardiológia szekcióban érkezett. A magas telsavszint értékeket figyeltük a nyílt szívműtéten áldozott betegeknél. Figyeltük a kialakulását befolyásoló tényezőket, illetve a szövődmények kialakulását. A 4 napos rendezvény során 19 előadást tartanak hazai és külföldi szakemberek, a MOGYE diákjai pedig különböző workshopokon is részt vehetnek.